Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a Horizon Zero Dawn, mint ahogy mindenki láthatta a trailerből, következő epizódja, és megyünk tovább a történetbe, megkaptuk a küldetéseinket, és most, hölgyeim és uraim, eljutottunk addig a csodálatos pontig, hogy kinyílt a világ. A hasonló játékoknál ez az a pont, amikor olyan szabadságot kapunk, amivel élnünk kell, és fantasztikus látvány. Nem csak a látvány fantasztikus, hanem maga az egész világ, ami előttünk van. Itt van előttünk édesanyánk szíve. Egy olyan település, ahova mi nem tehetjük be a lábunkat. Aktuálisan természetesen ez majd a játék későbbi szakaszában változni fog. De hopp, itt egy növény. Arra gondoltam, hogy amit csak tudok, össze fogok szedni. Ami fontos, az élet csíkom alatt ott van az a zöld kis gyógyítósáv. Az a csomag, amit Rostól kaptunk, és azt tudjuk arra fordítani, hogy gyógyítson minket. Ez nagyon-nagyon király cucc. Nagyon-nagyon hasznos lesz a játék későbbi szakaszába. És tudom majd készíteni különböző fiolákat. Kő. Hát az annyira most nem kell, nem létfontosságú, de nem baj, hogyha van. Mire fókuszoljunk? Akkor válaszunk őlet is. Azt mondom, hogy először megpróbáljuk megnézni ezeket a robotokat, ezeket a robolovakat, hogy ők mit adnak nekünk, úgyhogy szerintem a közelebbit válasszuk. Igen. A haverunkkal meg majd később fogunk találkozni. Nagyon jó hangja van a játéknak. Különböző anyagok, ahogy fut a karakter vagy lépked rajta, minden teljes mértékben kialacolik. Hopp és... És vacsorok. Na akkor lássuk, hogy mi a helyzet. Oké. Annyira nem fontos most a nyomát követnünk. Hármat látok itt hirtelen. Hármat. Megnézem, hogy milyen skillt vettem fel. Koncentráció, az odahívás, meg a... A Silent Strike. Oké, jó. Ez nekem tökéletes lesz. Megpróbáljuk megközelíteni őket erről az oldalról, és lehet, hogy egyet ide hívunk magunkhoz, és itt a hosszú fűben le is vágjuk. Vagy megpróbáljunk közelebb menni? Á, nem. Gyere. Gyere ide. Megbújjunk szépen ide, és akkor a király, hogy vörös a fű és vörös a hajunk, folyamatosan felé néz a gyerek, és megcsináljuk azt is, hogy szemen lőjük. És így nem figyelnek fel a többiek. Nem is látom őket. Kettő darabot látok. Oké, haladjunk tovább. Ó, te figyelni fogsz. Aha. Egy kis sárga felkiáltójel jelenik meg a fejénél. Leszedjük ilyen távolságból? Gyere ide. Oké. Gyere, gyere, gyere. Jó lesz, nagyon jó lesz. Annak is kilőttük a szemét, és a harmadik egyszerűen meg sem mozdítja a fülebotját sem. Igaz, hogy két társát most lőtték agyon. Semmi gond. Javaslom mindenkinek, hogy gyűjtögessétek a cuccot mindenféleképpen, mert lehet vele majd kereskedni a későbbiekben. Hopp, ott egy róka. És ott van, aki nekünk kell. És még pont be tudtunk buffencelni. Szuper, hogyha távol van egy ellenfél, azt vettem észre, hogyha előre bukfencelek, még nem reagál annyira gyorsan. Szuper. Akkor vannak ilyen módosító csipek a játékba, amiket össze lehet gyűjteni és fel lehet ruházni a felszerelésünket vele. Lehet tuningolni a karaktert is. Sétáljunk egy kicsit fent a falon. Olyan egyensúly érzéke van Aloynak, hogy az valami hihetetlen. A később ebben mindenféleképpen hasznomra válik. Ha feljöttem volna ide, innen fentről tudtam volna levadászni őket. Lássuk, hogy látunk-e valakit. Hát csak a vadállatokat látunk. A vadállatokat is célszerű... Célszerű legyilkolni. És kinyírtuk. Szuper. Nem sebződtünk. Azért nagyon jók a vadállatok, mert például a gyors utazáshoz feltétlenül szükséges a húsuk. Ha megöltük, akkor elméletileg látjuk, hogy hol van. Egy ilyen kis jelzőpálcával mutatja, hogy hol gyilkoltuk le az állatot. Most nem látom.
Ez, hogy nem kaptunk semmit. I'll tuck that away. Remélem, hogy de. Összeszedünk még egy kis gajat. Hogy állunk nyilvesszővel? Aránylag jól. Ott vannak megint figyelők. Ezek a robociraptorok. Megkerüljük őket, gyűjtünk egy kis gyógynövényt, aztán elkenjük az arcukat. Itt vannak már ilyen robothullák. Megpróbálunk ide hívni egy tehenet, egy lovat. Gyere! Gyere ide, aranyom! Jó lesz. És ennek a hátáról le kéne lőni azt a kis flaskát, majd utána kinyírni így szépen csendesen. Ami nem tudom mennyire lesz kivitelezhető, ezt lehet, hogy csak simán megölöm. Kicsit közelebb férkőzök, aztán oldalba támadom a többit. Leesik ilyenkor róla a cucc? Hát egyet ki tudok venni a testéből, de lehet, hogy többet is ki tudnék farmolni esetleg. Hopp! Hú, az majdnem észrevett. Ne lásd, nemes. Most egészen sokan jönnek. És hogyha átgyalogolnak rajtam, így még benne maradok a fűbe. Ugye? Maradj benne. Gyerünk, Eloy. Curuk vissza. Curuk, curuk. Oké. Okay. Jó. Semmi gond. Gyere, paci. Így van. Gyere, ide. Ide, gyere. Ide. Ez az. Ha mögül! Nagyon szúrtuk a lovat. A robolovat. És már csak egy darabban. Nem, nem. Az is jó. Mind a ketten gyertek. Azt hiszem, hogy a robotok kicsit gyanút fogtak. Nem, 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 nincs itt semmi. Nyugi, srácok, nyugalom. Nyugalom van. Így is van. Nyugalom. Te gyere közelebb. Így van. Nagyon jó. Oda bukfencelünk. És hát most nem sikerült, az a baj, hogy észrevett. Eléggé rendesen. És el is menekülnek. Amint felfedem magam, akkor folyamatosan menekülni fognak ezek a dögök is. Jön a kis aranyos. Ah. Gyere, gyere, gyere. Nem tudom. Nem látom a szemét. Aha. Oké. Okay. Kicsit elfelejtettem, hogy mi a helyzet. Nagy pofon! Ah, mellé ütöttem. Akkor megint. Állj meg! Azt hiszem, hogy eltaláltam szerintem. Szerintem reptében véletlenül elkaptam. Még problémáim vannak az irányítással. De remélem, hogy néhány óra játék után ezt is el fogom tudni sajátítani. És az édes gyűjtögetés. Oké, okay, kilútolunk mindent. Mindenből kell minden mennyiség. Ugye három darab ilyen blézet kell összeszednünk. Ami azt hiszem, hogy meg is van. Igen, és azt mondja, hogy csináljak nyilakat. Oké, okay. Tizet meg is csináltam. Na, ezek után már tudunk támadni, tudunk aktívan sebezni azokra a robotokra, akik kicsit érzékenyebbek így a tűzre. Oké, okay, mi van még itt? Látok valakit? Mert hallani hallom, hogy van itt valahol gép. Ott egy nyuszi. Ott vannak még. Becsúszó szerelés. Csodálatos. Gyere, paci. Gyere, gyere, gyere. Itt, erre, erre, gyere. Erre. Nagyon szuper. Ezzel a képzettséggel, amíg van lehetőségetek elbújni, problémamentesen ki tudjátok szedni így ezeket a kisebb lényeket. Persze a játékban úgyis az lesz a kihívás, amikor a nagyobb lényeket szedítek ki. De kockázatmentesen ezt a részét átugorhatjuk a játéknak. Vannak még pacik? Következő küldetésünk az, hogy vennünk kell egy tripcastert, egy ilyen csapdavetőt. De van itt egy zöld kis felkiáltójel, és úgy gondoltam, nem tervezem, hogy túlságosan sok... Ez itt mi?
Ó, tudunk beszélgetni valakivel. Nem tervezem, hogy... túlságosan sok mellékküldetést viszek be a játékba, mutatok meg, hanem inkább a fővonalra koncentrálok, mint ahogy mondtam, de... de ezeket a mellékküldetéseket, kettő darab mellékküldetést fogok megcsinálni most még, vagy az aktuális részben, vagy pedig most így a részek alatt, és utána haladok tovább a fő küldetéssel, mert mindenféleképpen a főszál az, ami engem érdekel, hogy mi fog történni. Please. No one else will help me. Hello, haver. A jóság. You want to talk to an outcast? I'm desperate for help, whatever the consequences. Na, what's végre egy nem válogatós ember. With your leg? Forget about me. It's my daughter Arana. She's in danger. She went after a scrapper near mother's cradle and I fear for her life. I can't even stand up, let alone go after her. Will you help me find her? Azt akarja a csávó, hogy találjuk meg a lányát, aki belevágta egy ilyen scrapperbe, vagy nem tudom, hogy mibe, egy ilyen flexfejű robotba a lányzsáját, amit az anyjától kapott. Miért én? You know the matriarchs might cast you out for speaking to me, don't you? Így van. Ki fognak közösíteni? I tried looking for her myself and my leg gave out. Just find her. I'll accept any punishment if it means she's safe. És mi lenne, ha visszaraknánk a lábát? Why would your daughter hunt a scrapper on her own? It's my scrapper. Fault. I went after it first and it tore up my leg. I barely got away and I left a spear impaled in the machine. Remek. That spear was made by Adina, my mate, who died last year. Oh. It means everything to Arana. She went after the scrapper to get it back. Hát, jó, nem vagyok itt több információra kíváncsi. Oké, megpróbálom. I'm begging you. Jó van. Én is bízok magamban, ne izguld össze magad. Oké, na akkor lássuk, hogy hol van a gyerek. Ho! In her mother's footsteps. Jó. És ez nagyon jó, mert itt láthatjuk, hölgyeim és uraim, hogy kapunk olyan bónuszt is. Megvan az, hogy mennyi jutalmat kapunk a küldetésért, 1000 XP-t, plusz még egy sebzést kapunk a láncsára. Ezért fontosan nagyon a mellékküldetések, mert mind alapanyagot szedhetünk össze, kiaknázva így a környezetből adódó lehetőségeket. Mentünk egy gyorsat, én azt mondom. Oké. Gyújtsunk alá, szedjük össze a gyepet. Ezeből majd tudunk finomságokat csinálni. Lehet, hogy a gyógyítás majd kicsit erősebbre fogom állítani. Vagy inkább megmaradunk offenzívek. Na, merre kell mennünk? Arra van egy küldetés. Aha, jó, oké, nem. Maradjunk itt. Ez mi? Ez megvan! És aktiváljuk ezt a küldetést. Aha, ott a gyerek. Akkor a folyamán mentén elindulunk délnek, az úgy egészen pazar lesz. Át a hídon? 100 méter múlva ott vagyunk. Addig összeszedjük ezeket a gyomokat. Mennyire nyugodt most, mint... Paci! Azt leszedjük. Így, nem tudok átmenni a bokron? Ez ennyire sűrű lenne? Gyere ide! Van valami vacsor itt a környéken? Rókák vannak. Normális élővilág. És... Szia! Ez ilyen ingyen fém. Gyakorlatilag. És plusz még kapok ilyen extra dolgokat, ami nagyon-nagyon tetszik. Hopp, ott egy figyelő. Semmi gond. Arra vagyok kíváncsi, hogyha azt választom, hogy azon a... kötelem menjek át, akkor észrevesznek-e a rohadékok. Mindenféleképpen át kell mennünk a folyón. Azt a mekkora szitakötő! Mi? Ez a kölyök volt? Nem akarok gyorsan úszni, mert akkor hang... akkor nagyon-nagyon hangos leszek. Szépen, lassan.
Úgy van, acsarkodjál, biztos sosem fognak észrevenni. Lássuk, hogy hogy állunk. Ott... Az a szikla mögött van. Oké, megpróbálunk ide osonni. Nem vesznek észre. Nagyon faszák vagyunk. Oké, jöhetsz ide. Gyere, gyere barátom. Azt hittem nem találtam-e normálisan. Jézusom. Oké. Hát ezt nem így terveztem. Oké, elbújtunk. Jó, hogyha észrevesznek, akkor el lehet menekülni. És most megpróbáljuk kivágni magunkat ügyesen. Mondjuk ilyen Silent Strike-ok sorozatával. Leghátsóbb. Így is van. Jött a következő. Hopp. Oké, kaptunk egy nagy pofont, akkor gyógyítsuk magunkat. Elérőttünk. Hol megy bánt? Benne van a vízben. Oké, még egy pofon. Hol az a torsó? Hívja a többieket? Az pazar lesz, nézd be! Megint nem találtam el. Oké, ezek csak ugrálnak. Gyere, sorozd le, még egy pofon! Így is van. Jó. Hát! Kicsit. Le is jött a gyerek. Az igen, az zuhanás volt. Mi a faszom az ott a hegybe? Gyerekek, hirtelen a Matrixban éreztem magam. Na, aranyom. Ez amúgy nem az én hibám volt, csak hogy így tisztázzuk. Nem a mellélövés miatt jöttek rá mennyi, hanem azért, mert acsarkodtál. Úgy kell, érted? Acsarkodni kell. Az a fontos. Ordibáljunk, hogy itt vagyok, segíts rajtam! Szerinted fölfele nem hallanak ezek az állatok? Hey, ezek a dögök. Come over here. Mindjárt nyugodjál már meg! Na! Thank you. Szívesen. I thought those watchers were gonna tear me apart. Biztos éhen haltál volna. It's time to go home. I figured. But I can't go back. Miért? Until I get my mother's spear from that scrapper. Hát akkor menjél, azt akkor szerezd vissza. Istenem. A lándzsa az milyen lándzsa? My mother made it not long before she died. I can't believe my father lost it. He didn't mean to. Jó. Dangerous. I know. Mondjuk az apuka is azt mondta, hogy az ő hibája, hogy elvesztette. Oké, jó. Az apától megtudtunk mindent, ami kellett. Úgyhogy nem is fogjuk tovább húzni az időt. Nagyon szívesen. His leg gave out while he was searching for you, just south of Mother's Heart. Oh no. Okay, I'll go to him right away. Thanks again. Apukának egyszerűen csak kificamodott a bokája szerintem. Na lássuk. Nyomok. Oké. Lássuk, hogy hova ment az, ami valójában nekünk kell. Az csak egy róka. Próbálom egyébként figyelemmel tartani azt, hogy nem botlok-e bele valami színes fém gyűjteménybe. Hoppá, másik. That'll help. Aha, ott vannak a srácok. Azokkal konfrontálódunk-e? Igen. A helyes válasz pedig az igen. Gyere aranyom. Nagyon jól csinálod. Így szépen ebbe a hosszú tűbe elég pusztítalak. Valaki? Szagot fogott? Hopp, szintet léptünk! Na gyerekek, akkor lássuk, hogy milyen a szintlépés. Nézzük, hogy mivel szeretnénk kiegészülni. Oké, skillek.
Vadászreflex. Rájöttem amúgy, hogy ez a vadászreflex miért jó. Nagyon-nagyon jól néz ki. Mész, ugrasz, egyből célzol, és akkor bekalkulálod olyannak, akinek már van tapasztalata így a konzol irányításában. Ezt nézzétek, mekkora király jól néz ki. És persze telibe találja. A következő ez a Hulk földetérés, ami szintén nem lenne rossz. Főleg, hogyha kombinálva van a Hulk földetérés, így a Silent Strike-os Hunter reflexel. Igen, igen. Durva dolgokat lehetne csinálni. Itt van a kritikus találat, hogyha az R2-vel földre viszem a gépeket, akkor az R1-jel brutális sebzést osztok le. Ezzel a képességgel le tudok csapni különböző fém darabokat a robotokról, és gondolom azt utána össze lehet szedni, meg úgy meg az ellenállása is csökken. Valamint gyorsabban gyógyulok meg, valamint... Többféle növényt szedek össze? Ez is a Nature Resource Van Foraging. Hát én mondtam, hogy... chance for extra resource when looting down the machines. Ez is nagyon jó, mert rengeteg nyersanyagra van szükség ugye a játék további szakaszában. És azt mondom, én az első részén a játéknak kicsit rámegyek arra, hogy a gyűjtögetésem az aktív legyen. Jó. Aktuálisan nem kell semmit, csak craftolnom, ugye? Itt még valaki? Elhanyagolható. Oké, maradjunk a küldetésnél. Maradjunk a küldetésnél. Csak szépen, csendben. Óvatosan elrohanunk innen a francba. Rana's trail ends here. Must be where she saw the scrapper. Igen. Megvan. Na itt van az a flex fejű kis kutya. Oké, szedjük össze. Szépen elkerüljük ezeket a dögöket, és nem is nagyon fogunk harcolni velük, hanem egyből rámegyünk erre a kutyára. Úgy gondolom. Összeszedünk egy kis rózsabimbót. Csak sima állatok vannak. Rókát azt kinyírom. Oké. 35, wildlife kill. Megmutatom, hogy szoktam malacot ölni. Gyere! 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 Gyere ide! Gyere ide, cosza! Gyere ide! Gyere! Gyere! Így szoktam malacot ölni! Hahaha! Eszméletlen így. Utol lehet érni a disznót is. Ilyen gazdag húst ad nekünk. Ami nagyon-nagyon-nagyon király. Úgy látom, hogy itt is vannak növények. Szerintem visszamegyek a... Hopp! Oké, nincsen semmi. Tele van a gyógynövényes pakkom. Nem megyek vissza a rókáért, abból lesz majd egy pár. Menjünk tovább. Mi az, ami még itt van? Te mi vagy? Sok vax. Oké, menjünk át. Ott egy... Kettő vacsör. Hát a robociraptorok most nem igazán érdekelnek minket. Itt átmegyünk. Mint ahogy tudjátok, a víz nem nagyon fogja a karakterünket, úgyhogy... Boldogok vagyunk, és meg is van a nyom. Elkezdhetnénk harcolni folyamatosan az úrba kerülő lényekkel, de nem igazán szeretném most időt fordítani erre, inkább fókuszálok a konkrét feladatra. Nagyon-nagyon jól árulkodnak a hangok. Játékon belül ott van egy ember, de az minket nem igazán érdekel. Aha, a küldetés mellett van egy tábortűz, oké. Okay. Magáért beszél, elmentjük akkor szépen. Hopp, és menjünk a hidegbe. Ott van valami. Lehet, hogy az, ami nekünk kell? És milyen élesen elválasztódik a hideg és a meleg? Jó, mondjuk idézőjelesen hideg. Meg meleg. Oké, hogy itt hó van, de nem hiszem, hogy sokkal melegebb lenne ott, ahol nincsen hó. Ott van, tényleg, ott van az oldalában a láncsa. Ja. Na, összeszedünk még ide lent valamit, ilyen cuccot. Fire clean root. Gondolom az meg a tűzhöz kell, és ott van a sárga kötél.
ott tudunk felmenni. Oké, felmegyünk azon a létrán. Allé, jobb. Kapaszkodj fel. Egy. Ó! Vannak itt rendesen. Ott is szikrákat szór valakinek? A koponyája. Aha. Már van egy tetem, tehát akkor egy, kettő... Egy, kettő, három... Négy gép van, akivel el kellene bánni. Megpróbálunk itt lecsurogni a hosszú fűbe. Oké, senki nem fogod zsanút. Ez háttal van nekem? Háttal. Oké, az biztos, hogy nem fog látni. Hello, haver. Szép. Egy mínusz. Kettő mínusz. És senki nem fogod gyanút. Akkor nagyon-nagyon csendben, nagyon-nagyon lassan megpróbálunk mögé menni. Ez az. Már csak egyetlen egy van. Nincs itt semmi baj. Aha. Oké. Az igen! Oké, leterített. Szuper! Jó, akkor ne bukfenc... Uuuu, vacsör! Oké, földön van. Ezt hogy nem vettem észre? Na mindegy, akkor fosztogatás. Jó, akkor ne bukfenceljetek, hogyha lehet. A vacsoroknél elméletileg működik ez a dolog, mint ahogy láttátok már az előzőkben, de akkor megpróbálunk nem rábukfencelni az ellenfélre. És hát ugye ezen mozoghatunk normálisan. Azt hiszem, hogy itt lehetőségünk lenne felmenni a hegyre, de mi most nem szeretnénk ilyennel foglalkozni, hanem inkább a küldetésre fókuszálunk. Na, szedd már ki! A well-made weapon. Oké. Okay. Arana will be happy to have it back. Megvan a nyílés. 600 har... Mi? Jézusom, 600... Na, akkor most viszont gondolkozzunk. Crafting. Nem ennél. Próbáljunk meg gyors utazni, és egy ferry meet kell. Akkor valami állatot ki kell nyírnunk. Jó zsíros állatot. Vagy különben 600 méteren keresztül gyalogolhatunk. Itt még nincs állat. Így semmit nem lát. Ott van egy. Az csak egy róka, nem? Raccoon. Ez az. Mondta, hogy dobni fogsz ilyen zsíros húst. Ez az! Szuper! Oké. Okay. Ekkora mákom ritkán van. Crafting. Jó, körbelőttem a kacsát. Igen, utazás és... Megcsináljuk a pakkot, a gyors utazást. Oké, okay, visszamegyünk szépen ide a térképre, és azt mondjuk, hogy ide szeretnénk utazni, és gyors utazással. És nem kell végig rohannunk az egész 600 métert. Ez most annyira nem nagy probléma, amikor már ilyen 2-3 kilométereket kéne végig menni. Na akkor igazán kemény. Red lights mean you are in danger. Igen, az eddig is tudtok. És itt is vagyunk. Igen, itt vagyok. Na, mit szóltok?
Hasz a kislány vagy? First you send Arana back to me, and now you've got the spear. Ugye milyen fasz a gyerek vagy? Called out to you for help, I didn't even know if you'd speak to me. Na, nem mindenki olyan rasszista, mint te köcsög. Me too. I can't believe you got the spear back. Your mother knew how to craft them. It's of exceptional make. I'll never be the crafter she was, but she did pass along a few tricks. Na, én is örülök, hogy ti is örültök, de most már hagyjatok, hadd menjek tovább. It sounds like she was special. Na, hát igen. I'm sorry for your loss. Well, because of you, I still have the spear to remember her by. You didn't have to help us, but you did. She would have admired that. Thank you, Aloy, for everything. Nagyon szívesen. Ide az XP-t. Oké. Egyébként akárhányszor kimondom azt, hogy milyen fasz a csaj vagyok, így ilyen, egy picit ilyen kellemetlen érzésem kezd így hirtelen lenni. Na! Azt hiszem, hogy valahol itt is van egy kis mellékküldetés. Ha minden igaz. Nézzünk csak át a túloldalra. Talán. Nem vagyok benne biztos, hogy minden mellékszálat megtaláltam. Fussunk ide fel, hát ha itt látunk majd valamit. Azt mondjuk nem tudom, hogy miért jöttem fel ide. Nem, nincs. Akkor egy kis felfedező út. Menjünk el abba a pontba, itt a kavisnak a tetején. Lehet, hogy nem vagyok ötös szintű, az a probléma? Mik vannak itt? Pulyka! Na, pulyka vadászat. Bingo! Plusz 40 XP! Amúgy így egyszerű állatok leülésével is simán lehetne szintet lépni, csak persze ez rengeteg idő lenne. Meg egy pulykát lelőni, hát annyira nem nagy kihívás, mint mondjuk egy ilyen flexfejű robotot kicsinálni. Bár mondjuk az is problémamentesen nagyon lehet ütni. Hoppa, itt beszélt valaki. Haló? Ahó. Ti is hallottátok, hogy beszélt itt valaki? Csókolom. Jöttem háztűznézőbe. Persze nem akarok kigyűjteni semmit. Hát, gyerekek, ez most ilyen vakvágány. Mi ez? Odga Grata. Jó, oké. Azt hiszem, hogy most nem igazán látom, hogy miről van szó, viszont itt van egy ruins. Az úgy érdekel. Plusz még el lehet menni a térkép ezen részére, lehet, hogy itt is van valami küldetés, amit meg lehet csinálni. Be lehet járni az egész területet. Természetesen az egymásra épülő sorozat küldetések segítséget nyújtanak, hogy merre kell menni, és hogy mit kell szem előtt tartani. Na, valaki? Nem? Senki? Hát jó. Senki nem kér segítséget. Senki nem akarja, hogy a kiközösített gyerek így a segítségére legyen. Senki nem akar beszélgetni velem. Nem. Az a baj, hogyha elkezdenek így a törzslakók dumálni velem, akkor nagyon-nagyon pozitív felfogással őket kiátkozzák a francba. Hát még dumálni is tilos velem. Mert ha még lehetne beszélni, akkor nem lenne semmilyen probléma. Mi a francot keresek én? Mindegy, oké. Eléggé eljöttem, és a gyors utazáshoz nem nagyon van eszközöm. Úgyhogy jó hosszú gyaloglás vár rám. És hogyha találok valamit így az elkövetkezendő időben. Hopp, mint mondjuk egy rókát. Gyere ide. Gyerünk. A víz alatt fut a róka. Hol a róka? Ott a róka. Ez az. Elkaptuk.
El se tudjátok képzelni, milyen sikerélményem van ilyenkor. Ó, mi lenne, hogyha csinálnánk? Tudunk csinálni még egyet? Craft. Mi kell hozzá? Oké, nem megyünk át az egész térképen. Szuper, szuper, szuper. Jó, akkor azt mondja, hogy kell nekem egy tábortűz. Ide kell jönnöm a tripcaster, igen, campfire. Utazzunk. Oké, jó, akkor megyünk másodjára. Hú, de jó. Természetesen XP-be botlunk a térképen, hogyha átgyalogolunk az egész területen, de itt vagyunk a kapunál. Az ismert világnak ez az a kapuja, amit jó lenne, hogyha nem csörgetnénk meg. És akkor menjünk szépen és keressük meg ezt a kereskedő csávót. És próbáljunk üzletelni vele. Aha, ott van a kunyhója. Egyetlen egy ember van, aki kereskedik aktuálisan velem, velünk, így a kiáltozottakkal. Hello! Well, 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 an outcast on my doorstep, all mother protect me. Surprised you saw me, but you keep looking every other direction to make sure no one's watching. Careful there, or you'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. Hát, de buzi vagy. Last time I visited, you had a tripcaster available for trade. Still got it? I do. But you'd need to bring me a scrapper lens. What can I say? Special weapons don't come cheap. Okay. Oh, I can pay. Took down a scrapper not long ago. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me. Remélem, hogy van olyan lencsém. Scrapple. Igen, akkor... Itt lesz valahol. Watcher lens. Strider lens. Nincsen scrapper. Hát akkor szopó! Hát mindenem van. Ó, nem már, hogy vissza kell menni. Ne basszatok fel. Sliders, watchers. Scrapper nincs. Ez nem lenne jó esetleg így véletlenül így. Ja, oké, meg tudtuk venni. Jó. Hú, ha. Akkor oda megy szépen. Jó, oké. Akkor megvásároltuk. Köszönöm szépen az asszisztációt. A kereskedőknél tudunk különböző fegyvereket, tudunk különböző lőszereket vásárolni. Itt van ez a csúzdi például, itt van ez a ropecaster. Ezzel földhöz tudjuk rögzíteni a különböző dögöket. Itt vannak a különböző fajta fegyverek. Ott van a sebzése, ott van a kezelhetősége, ott van a páncéltörése. Ez mondjuk egészen király, 105 metás sárt kell hozzá. És én lehet, hogy venni fogok majd egy ilyen nyilat. Azért, mert ami a kezemben van, az nem sebez túl nagyot. Ez viszont arra basz, 60-as sebzés. 60-as. Ez mondjuk elektromosságot... Igen, igen. Mondjuk annyira nem könnyen kezelhető, 20-as handling. Aha. Itt van a dupla paritja. Vannak itt nagyon érdekes dolgok. Aki szeretné... Annak majd mindenféleképpen meg fogom mutatni. Lehet ilyen fém darabkákért venni különböző dolgokat. Élettöltőket, csapdákat lehet, ellenállást lehet vásárolni, lőszereket, még akár kavicsokat is vehetünk, érted? Kavicsokat! Now that you've got yourself a tripcaster, practice how to use it someplace else, alright? Okay. My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Really? Could have fooled me. Még valami? Will you be around later in case I want to make another trade? I'll be here. Same as usual, bring me the parts you harvest from any machines you hunt. The better the parts, the more shards I'll pay. No, faszom. Be sure to take a close look at my inventory though. Who knows? Maybe I've got something that could give you an edge in the proving. Super. Okay. I guess that concludes our business. All right. See you around. I've got what I need. Time to meet Ross at the North Gate.
Oké, okay, nem megyünk. Tripcaster! Legyen aktív. Le kell sokkolnunk három gépet. Ez nagyon-nagyon jó ez a Tripcaster. És ezt fogjuk használni majd a későbbiekben, hogyha brutálissá kezd válni a hangulat. És mit mondjak? Ott van a kereskedő, igen. Valahol gépekre kellene találjak. És szerintem ebbe az irányba fogok itt elmenni. Lerakok egy zászlót. Vagy hol rakjak le zászlót? Vagy nézzek kicsit fel éjszakra? Szerintetek lesznek itt dögök? Nézzünk fel éjszakra! Balra tarts! Oké, okay, mennyi? 4 lövedékünk van. Az azt jelenti, hogy 4 ilyen kötelet tudunk lerakni. Mindjárt, hogyha találok valami ellenséget, akinek ki tudom taposni a belét, akkor majd megmutatom, hogy hogy működik ez az apró jószág. Oké, okay, és most egy jobbost. És nézzünk körül, hát ha látunk valami izgalmasat. Oké. Okay. Ó, meg is vagyunk. Itt van a gyakorlóterünk. Szevasztok, srácok! Jöttem egy kicsit bulizni. Na lássuk, ki az, aki könnyen lesokkolható? Menjek közelebb? Jó vagyok itt szerintem. Na, én akkor beállok a kettő fa közé. Azt mondom, hogy előveszem ezt az eszközt. És az egyik ilyen áramos kötelet ide lövöm, a másikat pedig ide bele a fába is. Ahogy látjátok, itt van egy ilyen apró kötél. És hogyha valami megsérti ezt a kötelet, akkor azt le fogom sokkolni. Ott jön egy figyelő. Szerintem őt leszedjük. Látom, hogy pontosan erre jön. Hello, haver! Gyere ide! Kinek keltettük fel az érdeklődését? A tehénnek? A lónak? Jézusom! Hát mert logika, nem? De! Oké, maradjunk rejtve. Gyertek, pacik! Sokkoló lesz az élmény, amit titeket érni fog. Arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogyha így az egyik gépbe belelövöm, illetve a másikba is valaki átszalad a kettő között, akkor mit fognak kapni? Gyere, gyere! Gyere ide! Gyere! Közelebb! Még közelebb! Még egy picit! Gyere már közelebb! Oké. Okay. Most elég sok mindenkit felbosszantottunk, úgy érzem. Hát valahogy nem így képzeltem el, de az viszont a jó hír, hogy nem lett úgy komolyabb bajom. Mondjuk a pacik átgyalogoltak arra az oldalra. Lássuk, hogy kaptunk valamit így a küldetésbe? Arra kíváncsi vagyok, mert azt hiszem, hogy 1/3, szuper. Oké, oké. Oké, oké, oké. Jó. Menjünk szépen át erre a pontjára a területnek. Megpróbálok közelebb kerülni ezekhez a kis köcsögökhöz. Annak érdekében, hogy hamar sikerüljön ez a küldetés. Igen. Belelőjük ebbe a fába. És belelőjük abba a fába. Gyere ide! Gyere, haver! Dumáljunk egy kicsit! Mit szólsz hozzá? Jó lesz, hidd el. És bum! Oké. Okay. Azt leszettük, és a haver srác semmiről nem tud. Mi történt, gyerekek? Egyszerűen nem bírom felfogni. Oda jöhet az egyik. Gyere! Itt vagyok. Hopp, elbújt! Hol lehet? Nem találom. Ti látjátok? Nem látom. Pedig biztos ott van abba a piros fűbe. Gyere már, nem ér... Azt elmegy. Szerinted ezért lőttem ki ezt az áramos szutykot? Gyere.
Gyere! Itt vagyok! Gyere csak! Sétálját szépen! Sétálját szépen ezen az áramos cucc! Ó, hogy az a... Itt vagyok! Gyere ide! Igen, az útvonal elméletileg erre vezetné. Gyere! Tudom, mit, akkor dobok neked egy követ. Ez az. Itt vagyok. Úgy is van. És lekalapáltuk, és meg is kaptuk az 1330 tapasztalati pontot. Hibátlan, hölgyeim és uraim. Nagyon-nagyon jó vagyunk. Oké. Azt hiszem, hogy nem kell félnünk. 423 szintet léptünk. Ó, következő szint. Oké. Mi legyen Silent Drop, nem Critical Hit. Ez viszont kell. Hogyha földre kerül az ellenfél, akkor a kritikus csapással méretek rá óriásan egy pofont. Vagy pedig gyorsabb élettöltés. Maradjon ez. Ez az. És akkor egy laza 400 méteres futás következik így rövid távú maratonon. Szerencsére aránylag gyorsan megvannak ezek a távolságok a játékba. Kivált kép, hogyha így ignorálhatjuk. Hopp, egy pulyka. Ez az. Sokkal gyorsabbak vagyunk, mint a vadállatok, értitek? Brutális, mint hogyha valami mutánsok lennénk. Jövünk, Rost! Már nem vársz soká. Vannak még itt állatok? Ott van még egy pulyka. Szerintem azt a pulykát is levadászom. Kell majd a pulyka húsa. Mondom, kell a húsa. Így is van. Hogyha gyors utazni akarok, akkor kiváltképpen... Ó, egy kis pofás falu. Sziasztok! Dumálunk egyet? I don't have time for outcasts. Beszéltél egy outcast-tel? Köcsögök. Hogy lenéznek amúgy ezek a patkányok? Hülye rendszer, hülye világ... Bullshit. Ha azt ott kirútolom, akkor rakszanak rám vajon? Mi ez? Supply crate. Wow! Lopók és nem büntetnek. Gyakorlatilag mindenki annyira fél a törvénytől, hogy úristen, mi lesz, hogyha beszélsz egy kiközösítettel, hogy egyszerűen kilophatom a szemüket, azt nem zavarja őket. Oké, én leléptem, unalmasak vagytok. Kavics. Igen. Kevesebb mint 200 métert kell megtegyek, hogy elérjem Rostot, és hogyha jól emlékszem, akkor egy kisebb kaput kell megközelítenem, hogy még egy utolsó leckét adjam. Ott van még egy pulyka. Eljött a vadász idény. Gyerünk, Eloy! Kapd el a pulykát! Ó, vakon! Rengetegszer van olyan, hogy vakon ütök valamit, és akkor igazán lesz sikerélményem van, amikor el is találom. Na, ott is vagyunk. Ezt a mosómacit nem ütjük meg. Aloy. Itt vagyok. Igen, tudom. Na, beszéljünk a korostal. Igen, csináltam. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark? Este? I don't understand. Those explosions are outside the embrace. What can we do from in here? The lesson will be taught in due time, Aloy. Till then, we wait.
Akkor várunk. Miért vagy paraszt? Something else bothering you? Bánt valami? I'm fine. Na, azért. Beszélgessünk a próbákról. Are you worrying about what happens after the proving? What happens is clear. You will be accepted as one of the tribe, and I will still be an outcast. Fenapofed. Rost, even if the tribe accepts me, I won't. There is much to do, Aloy. We will discuss this later. Okay. Igen, végül is itt van a nevelőnk, és kérdezte Aloy, hogy nem aggódok-e, nem aggódik-e azzal kapcsolatban, hogy mi lesz így a próbák után, és teljesen egyértelműen elmondta, hogy Aloyt engem be fog fogadni így a törzs, ő pedig ugyanolyan kiközösített marad. Hagyjuk. Nem? Így. Still a while to go before dark. Jó. Okay. Van egy ilyen csapdavetőm amúgy rost, de így. There'll be no time for sleep tonight. Nem fogunk ma aludni. Remek. A kedvencem a nem alvás. Akkor... jó. Egy gyors mentés. Végül is nem kommunikálnak velünk. Nem beszélnek velünk. Jogos, és egészen okos. Opening a gate for an outcast? Ez az. Some who are shunned reaped honor before disgrace. Na, annak örülök. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent. For we are outside. Igen, nem beszéltem senkivel. Semmilyen törvény nem sértettem meg. With threats unlike any you have ever faced. That carcass. What sort of beast was that? The tribe calls it a sawtooth, and it's something new. Something angry. Since they first started appearing 10 years ago, they have killed many braves. Yeah. A fűrészfogú. I'm kicsi. Az igen. Ez elég frissnek tűnik. That cabin. What happened to it? A machine, that's what. What sort of machine does that? Ezt csinálta az a... Oh, I see. Jó! Akkor nekem ezt a fűrészfogú dögöt kell leszednem? Hát az remek, ami szétbasz mindent itt a környéken. De jó. Watch your carcass. I'll harvest the parts. Igen. Watch your surroundings. Nem látok senkit. Ez eddig jó jel. Hopp! Hello, srácok! Tudjátok, este van, ti ilyenkor nem látok annyira jól. Gyere ide! Az meg egy malac. Próbáljuk oda bukfencelni és kinyírni? Á, nem. Klasszik. Rámehetem volna. Nagy ütés, kis ütés. Why are we the only ones out here, Brent? Why can't the tribe's braves hunt this machine? They did. The kills we passed are theirs. Tomorrow, they will hunt again. Huh? They won't need to. This machine will be my kill. Or your death, if you're not careful. Ja, oké, hát ez teljesen pozitív. Ez a gép vagy az én trófeám lesz, vagy pedig a halálomnak az okozója. Hát nem tervezem még most, hogy így feldobom a pacskert, úgyhogy jó lenne, hogyha meg tudnám ölni. Újabb gépek. Holnap kijön a törzs, és akkor pontosan azért jöttünk ki most éjszaka, hogyha jól értelmezem,
hogy senki ne szóljon bele az én vadászatomba. Hát ez pazar. Összeszednünk annyi fát, amennyit tudunk. Összeszednénk. An entire lodge wrecked by sawtooths? How many were there? I didn't bring you here to answer questions, Aloy. Kösz. I brought you here to deal with that. Mindig jó dolog, ami így megmozgat egy fát. Ja, tudom, ez a dög volt benne a videóban. Ennek volt az, hogy csúszott és hason lőtte, és akkor pusztult el. How do you defeat it? That will be for you to decide. Oké, szóval nekem kell kitalálnom, hogy hogyan ölöm meg. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. Understand? Kösz. Nem ezt ígérted, Rost? Azt mondja, nem szól bele, bármi történjen is. Oké, tehát vannak csapdái, mindenféleképpen használnom kell ezen a dög ellen, mert hatalmas. És... körbe-körbe mászkál. Be is tegelem. Jó. Oké. Okay. Tehát itt fogom megütközni a döggel, és itt fogom legyőzni ezt a dögöt, hogyha minden igaz. De ezt már csak, hölgyeim és uraim, a következő részben. Én köszönöm mindenkinek, hogy velem tartottatok, és hogy újabb kalandokat élhettünk át, így Aloyjal, valamint Rosttal, és remélem, hogy a következő rész izgalmaival tudjuk majd kezdeni az aktuális részt. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, hogyha tetszett a videó és tetszik a sorozat, akkor mindenféleképpen egy lájkkal jelezd azt, valamint iratkozz fel a csatornára, hogyha még nem tetted meg, és mint mindig, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!